Sziasztok, üdvözletem egy új videóban, most Szent Király Szabadján vagyunk jelenleg, és a Szellemváros fogjuk megnézni, ugye arra fele van. Hát egy olyan jó 1,5 kilométer még legalább oda eljutunk. Távolba látszik. De távolba látszik, hát remélhetőleg meg tudjuk nézni. Most úgy tudom, hogy néha őrzik, néha nem őrzik, meg hogy lehet bejutni, azt nem tudjuk. De hát majd kiderül, hogy odáig eljutottunk. Erre a részre lehet jutni. Igen, valószínűleg inkább ott a reptéri részt őrzik jobban, igen, én is így hallottam. De majd kiderül, hogy odaértünk. Ezt nézzétek, közben megérkeztünk Szent Király Szabadjára, és itt kezdődik a laktanyai, ez már az egykori laktanyai épületekhez tartozott, az úgynevezett Szellemváros. Egy négy emeletes, meg mögötte van még. Négy, meg ott a... és akkor még ott arrafele is vannak. És mellette itt van a repülőtér, viszont az lezárt hely, oda nem lehet bemenni. Hát ezeket majd megnézzük. Aztán azt nem mondom, hogy minden háza le fogunk menni, de egyet-kettő azért megnézek, de hát ugye nyilván nem lehet egyszerre minden házban minden egyes lakást megnézni. Vagy valamilyen úton, módon szelektálunk. Csak ezt nézzétek. Arra fele vannak a kétszintesek. És itt van egy kijevi panel, mert ezt majd meg fogjuk nézni. Igen. Ebből nem sok van nálunk, szóval leginkább csak ilyen laktanyákban láttam még ilyen kijevi panelházat. De látod, ez ilyen több lépcsőházas, és akkor ilyen egybe beépített. Sokszor az érdekesség ezen a kijevi paneleknek, hogy a konyhából nyílik az erkély. És ott van a villai póznából is megmaradt valamennyi. Igen, de csak nézzük meg egy lakást, de hát mindegyik ilyen, hogy itt volt a konyha. Majdnem minden lakás ugyanígy néz ki, szerintem ez volt a konyha. Nézzük, hogy itt mellette volt a WC fürdőszoba. Lehet, hogy külön volt a kettő, lehet, hogy egybe. Külön. Igen. Ez volt a fürdő. Meg itt mellette a slozi. Itt volt a slozi. És a szoba. Tehát ez ilyen szobakonyhás, egy szobás lakás volt. És itt ennyi. Hát igen, itt még elkése volt. Ez egy földszinti lakás. És itt már nő be a bokor az ablakon. Feljöttünk az egyik emeleti lakásba, és itt volt az elkély, az biztos az egyik. És innen még ki lehet látni. A malna is, ott is vannak még dolgok. Nézzük. De ez biztos, hogy erkély volt? Szerintem keskeny ez ahhoz. Kipróbáljuk. A másik oldalt is van egy ilyen kilépő, tehát lehet, hogy az volt az erkély. Villany vezeték még megvan a falban. Hát ez a... Most nem csodálom, hogy már nem őrzik, mert igazából nincs már miért, mert ami kicsit is értékes volt, már rég ellopták. Ja, még elvitték az ablakokat is. Úgyhogy hogy valószínűleg sok érdekes dolgot már nem találunk a régmúltból. Na azok a modern panelek ott szembe. Szerintem a jobb lakások is ott vannak. Nézzétek, innen legalább jól be lehet látni az egész környéket. Legfelső emelet. Na, és még arra is mennyi minden van. Lehet, hogy egy nap kevés és ide, hogy mindent bejárjunk. Nem semmi, de innen viszont jól látható. Na, ott viszont már beomlott a tető annál, de az nem is panel. Ott szembe. Sűn. Hát ez már ugye ez már a háromszobás lakás, ezek már a jobbak. Nézzünk csak ki az ablakon. És hát akkor megyünk lefele. A lépcsőház, hát nyilván a korlát is vasból volt, szóval azt is ellopták. Szóval a legelső, amit ilyen helyeken ellopnak, az a radiátor, meg a korlátok. Meg minden, ami vasból van. Annak jó ára van. De a laminált padló azért még maradtak, meg a linoleum is. Mm.
Na, itt volt az egykori étkezde. Azt szerintem ott volt a konyha, ott belül. Ez lehetett a konyha. Bizony. De hogy errefele mik voltak? Raktárak, mi lehetett itt? Na, itt meg már a falak is eltűntek, két helyen. A tisztészállók lehettek ezek, vagy tudom meg arrafele is látni még épületeket. Ott még egy panel is van. Ez meg szerintem a művelődési központ volt. De na, ugye megnézzük belülről. Na, hát akkor itt vagyunk bent. Szerintem ez volt a művelődési központ. Színház terem, meg a többi az itt lehetett. Ott a színpad, szembe. Hatalmas. Tíj, ez igen. Homokbányán is ilyen volt? Hasonló volt, igen. És ugyanilyennél hatalmas nagy hodály ott is volt. Bár ez nem is biztos, ez lehet, hogy valami hangár volt. Inkább még azt is el tudom képzelni. Lehet egyébként. Hát igen, mondjuk az gyanús a színpad, de akkor is. Hát. És látjátok, ott fent lehetett a gépház, és valószínűleg a mozigépész onnan vetített. És itt az emeleten. Igen, itt volt a lét a régebben, de már csak a tartóvasak vannak meg. Igen, és itt volt azért a gépész, szóval innen vetítettek filmet. Ott azért szépen, azért nézd már ki a tető. Közepén hiányzik is. Igen, ez látszik, hogy ilyen sátortetős volt, de ott már nincs meg. Akkor nézzünk be ide is. Nem, ez... Ez szerintem szálló volt. Ez iskola volt. Nem, ez is iskola volt. Nem, itt irodák voltak. Szerintem. Szóval, hosszú folyosó és itt irodák voltak. Ez csak mert az idén. Belépsz, itt volt egy belső. Itt irodák voltak szerintem. Megjöttünk itt az egyik házba. Hát ez szerintem lakóház volt. Szoba. Akkor itt volt a WC valószínűleg, itt meg a fürdő. És itt a pince. Pinyó is van. És ez lehetett a konyha. Hát ezen a lépcsőn keresztül lehet ide a beépített padlást élre feljönni. Hát ennyi. Itt szépen le fog szakadni a tető. Ez a fémháló tartja már csak. Itt még a födém az valamennyire egybe van, de kérdés, hogy meddig. Viszont innen akkor mindjárt kinézünk. Itt ez az út az ott. Tovább egyenesen vissza lehet menni. Ott arrafele van még egy panel, és akkor ezen az úton majd vissza lehet jönni. Még arrafele is van valami, de szerintem az már magánterület. Na, itt szóval jobban látszik, hogy a tető közepe az semmi. Hát, igen. És itt is volt egy WC, meg egy fürdőszoba. Lehet egyébként, hogy két külön lakrész volt, vagy hogy ez két lakás volt. Az emeleten is lakott valaki. Ja. Dani, Szabi és Erik is itt járt két évvel ezelőtt. Hát igen, na, ezt is előbb-utóbb be fogom lenni.
Ott már csak az a fémháló tartja. Az meg előbb-utóbb elrohad. Na itt van még egy 4 emeletes szalagház. És akkor itt a közepén mellett menni. Ugye általában a tetőre kivezető hely is a középső lépcsőházba szokott lenni. Mert nem biztos, hogy mindegyikben van. Vagy nem mindig. Hát, szépen. Szemét az van. Itt is. Meg mindenhol. Azaz. Hát ez meg... Itt voltak a villanyódák. 4 lakás. Bár én csak 3-at látok itt. 1, 2. Ja nem, 4, mert ott is van 1. Na nézzünk be az egyikbe. Spice. Nem beszélünk meg. Itt volt spice is. Ez volt a konyha. Vagy a, nem, ez a konyha volt. Itt volt a konyha bútor. És itt lehetett asztal széket, egy kicsi konyha. Ez volt a spice? A stelázsi. És akkor a másik az a WC volt. Maga oda raktam. Igen, az pontosan a stelázsi. És ez polc is ez. És akkor ez még, ez volt a fürdőszoba. Ott volt a fürdőkád. Ja, és ott volt a retyú, tehát itt egybe volt. Ez, itt volt a fürdőkád, meg ott a mosdókagyló, és ott volt a budi. És ez meg a szoba. Ja. 2 oldalról volt bejárat a fürdőbe. Ez így fasza. Kis szoba, nagy szoba. 4. emelet. Ott van szemben az a ház, amiben voltunk. Ahogy érdekes módon a tetőből hiányzik egy darab. És itt ez majdnem minden lakásnak ilyen az elrendezés. Nagy szoba, kis szoba, fürdő, amiben 2 oldalt be lehet menni. Vagy külön, vagy egybe a retyó, és akkor még spájz is van. Ott láttam a tetőn is a lyukat, ahol ki lehet menni, mert viszont itt sincs meg a létra. És ott szemben ott van a hangár. Az már az őrzött terület, meg ott a, szerintem az a másik épület is. Ez olyan, meg ott meg van egy felújított, ez még valami cégnek lehet a telephelye, de oda se lehet már elmenni. Na, szintén egy érdekes alakú épület. De ez lakóház volt vajon, vagy valami ezért iroda, vagy... Nézzük. És ilyen lakóháznak tűnik nekem itt. Itt előtér, szóval ez nem az volt. Így most már látszik, hogy nem az volt. Ez is valami iroda helyiség lehetett. Hát, sokat nem látunk. És akkor látjátok, innen kezdődik a tiltott zóna, arra már nem lehet menni. Hát ez viszont nem tudom, mi lehetett. Nem úgy tudok, mint egy kisebb templom, de nem vagyok benne biztos. És hát itt volt a másik. Van itt még egy pár raktárépület. Még úgy arrafele is vannak dolgok, de ott arrafele a hangárban, ahol szintén nem lehet menni. És itt pedig a kijevi panel, amit már láttunk. Az egyik lépcsőházba végig mentünk. Nem tudom, erre fele van még valami, hogy... Ugye ott azokban az épületekben is voltunk. És itt a bejárat. Még ott van a kaputelefon helye is. Itt volt a kaputelefon. És itt van a... És itt is villanyórák voltak. Na, ezt nézzétek. Legfelső emeletre itt is ebből a lakásba is feljöttünk, és ott látjátok, vannak a még épületek. Itt egyformán, hogy hátul még raktárok. És ott a kijevi panel. De valami itt is volt, ahol... Ja, itt is lehetett valami. És egyébként ezek a lakások is nagyjából egyformák, így kis szoba, nagy szoba, konyha, fürdő. Meg itt már csak a víz a plafonról. És itt sem lehet kimenni a tetőre, mert itt is ellopták a létrát. Sőt, itt kiárat sincsen. Nincs.
Akkor az nem ebben a lépcsőházban van a kijárat a tetőre. Akkor visszaérkeztünk Szent Király Szabadjára, itt vagyunk a buszmegállónál. És hát ennyi lett volna akkor a szellemvárosos videó. Hát mindjárt megérkezik a busz. Hát kína laktanyán elfelejtettem ugye az árusítást felvenni, amúgy is ugye ki kellett lépni, a busz biztos elérjük. Hát elértük, kb. 10 perc múlva fog jönni. Úgyhogy egész jó íramot mentünk. Itt van egyébként szembe is egy... ott szálltunk el, amikor jöttünk Veszprémből. Most csak ide fog jönni a busz. Úgyhogy most megveszem a jegyet, aztán várjuk a buszt és vissza Veszprémbe. Úgyhogy ez a videó ennyi lett volna. Köszönöm, hogy megnéztétek, Urbex-elés már úgyis régen volt, már épp ideje volt, úgyhogy sziasztok, majd legközelebb találkozunk.